Szekszárd szívében vagyunk, annál az épületnél, ami mellett tőzsgyökeres szekszárdiként sem mehet el úgy az ember, hogy ne vetne rá egy büszke és talán hálás pillantást, hogy ne érezné magát kissé irigyen szemlélődő turistának, aki magában így sóhajt fel. Bárcsak itt élhetnék és láthatnám ezt minden nap. Én így vagyok vele. Szekszárdnak egy szent helye, azt mondhatnám, egy történelmi függőleges tengely, ahova rárakódik az egész történelme Szekszárdnak. Mert ugye ez egy fennsíkon van ez a bélatéri terület, és körbe három oldalról meredélyek vették körül. Egy oldalon van a domb, ugye a Kálvária domb, ami meg is sínylette a város, mert onnan ágyúzta a török annak idején a várat. Tehát ez egy őskortól lakott hely volt, és longobárd leletek, germán leletek, avarkori leletek is azt mutatják, hogy ez az eredetileg kert a település folyamatosan lakott lehetett. A 4. században is már itt volt egy keresztény közösség, és hát tulajdonképpen a történelmi időkig végig hát jó hely volt. Miért volt jó hely? Ugye, mert magasról körbe lehetett látni a vidéket, hogy jön a ellenség. Védhetőbb volt, mert meredek, meg folyás volt ugye a sétpatak felől, meg stb. És hát ez később is a város centruma lett. Ugye a római kastrum ide épült, útkereszteződés a városnak ma is a belső tengelye, ez a kelet-nyugati, és az észak-déli tengelye pedig, amelyik a Limes-menti hadiútra, később a Budapest-eszéki hadiútnak a vonala volt. Lajtai Zoltán és Práger Mária építészek koncepciója alapján valósult meg a Vármegyeháza 2011-es felújítása. Éppen ezért az építészt kértük meg, hogy mélyebbre áshassunk az épület történetének megismerése közben a város történelmi emlékeibe is. Amikor a Pécsi EKF pályázat volt, akkor a szekszárdiság fogalmát keresve, a régmúltba kutatva, a Vida úrral találtuk, hogy esetleg mi lenne, ha azt a szarkofágot idehoznánk, a Nemzeti Múzeumból, amit itt találtak, szintén a szembe lévő dombnál, amikor a Vármegyeházához a dologházat, a rabok által végzendő munkához dologházat építették, akkor ott találták ezt a szarkofágot. 3.-4. századi ókeresztény szarkofág, és benne van egy olyan tárgyfelirat, amit én szinte a város jelképeként is vehetnék, ami azt mondja, áldoz a pásztornak, így áll és örökké élni fogsz. Tudni kell, hogy már a római korban, és itt a Munkácsi utca környékén álltak, voltak szőlős területek, hát jó terület volt erre. És ugye maga az a szekszárdiság nekem ott jelent meg, hogy a domboldalban egy földművelő ember nem csak a földhöz ragadtságot találja, hanem a körbenéz egy olyan univerzumot, egy olyan panorámát, ami egy emelkedettek gondolkodása is serkent. Talán ezért van, hogy később itt irodalom, magas irodalom is megszületett, ugye Babits, Mésző és a többi. És hát úgy gondoltuk, hogy ezt itt ki kéne állítanunk, ezt a szuper dolgot. Hát le nem tudtuk hozni ugye természetesen, hanem másolatként van ez itt most. Első István az Szekszárdot a bencéseknek adományozta, Pécsváraddal együtt, és tulajdonképpen akkor már itt volt egy templom, egy plébánia templom. Első Béla volt, aki alapította a szekszárdi apátságot, és ezzel a városnak igazából a megszületését, a súlyát, a gazdasági és szellemi alapját megadta. És hát tulajdonképpen lehet azt mondani, hogy azóta ez a, de hát történelemben is végig, egyrészt védelmi központ volt, ez volt a centrum, ugye a kastrum is itt lehetett valahol, másrészt egy szakrális központ, mert itt épült ez az apátsági templom, és harmadrészt intézményi központ is, mert később a megyeháza és az intézmények itt épültek. Tehát ez minden szempontból a Szekszárdnak a centruma. Az apátsági templom hosszan működött, átépítették. Ugye később
az egész vár, tehát egy kerített templom, erődített templomként, várként is üzemelt. Vitéz Jánosnak adományozta Mátyás király ezt a szekszárdot, és ő körbeítette erődítménye az egész Béla teret tulajdonképpen a meredek részekig. És aztán ugye a török elfoglalta, akkor török vár is volt. Az apátsági templom feltárása 1960-ban kezdődött a Vármegyeháza udvarán, a munka 1972-ben fejeződött be. Akkor a Kozák Károly és Nádori Klára vezette helyreállítás nyomán két egymástól eltérő korú és rendeltetésű épület, illetve maradványt, az apátságot és a megyeházát mutatták be együttesen. Majd a 2000-es évek elején újabb ásatások és kutatások következtek, ami az apátsági templomhoz kapcsolódó, korábban Kozák Károly által Árpád korinak vélt kápolnát tárták fel. Az épület alatt, amikor ugye elbontották az épület részeket, akkor a régészek elsősorban Vizi Márta vezetésével megkutatták az itt talált köveket, és feltárták az eredetileg is elképzelt bővületét az épületnek, ami egy kápolna volt, és gótikus korszakban készült. Sajnos nagyon kevés maradvány volt viszonylag, tehát azért olyan alapfalak, aminek a tetejére kellett új követ falazni, hogy látszon, de azért vannak jó és érdekes eredeti kutatású részek is az oltár résznél, és hát az volt a cél, ugye, hogy összekössük az udvarra, és itt bent be is mutassuk egyben ennek az örvén. Itt látszik az eredeti terepszint is az épület körül, ami lehetett, amikor épült, és hát tulajdonképpen később a várfalnak a részeként is működött ez a fal, tehát hosszú ideig működött, sőt az épület alatt is találtunk eredeti középkori várfal maradványokat az étterem környékén és több helyen. Mérei apát volt, aki új plébániát alapított, felépítette a templomot, majd új alakban körbeépítették a már meglévő épületet. Az 1794-es tűzvészben a templom teljesen elpusztult, amit már nem építettek újjá. Ekkor már 1779-től Szekszárdon volt a megyeszékhely. Csak akkor itt már elkezdtek épületeket használni, és végül megvették az egész épületet, és elkezdték körbeépíteni. Ennek az etapjait gyönyörűen visszaadja a Pollák teremben kiállított dokumentációs szemléltető anyag. Mi is itt folytatjuk a megyeháza építészeti történetében való barangolást, Lajtai Zoltán szavait követve. Az épületben kiállítottuk a Pollák terveit is, amelyeken gyönyörűen látszik egyrészt, hogy mi volt a régi és mi az új, másrészt pedig a komponálási módja is. Tehát ennek a kikutatása nagyon érdekes volt és nagyon megtiszteltető számomra, hogy ezekkel tudtunk így foglalkozni. Az apátsági templomnak ez a helyszínrajza mutatja meg legjobban azt az állapotot, amikor a váltás történt. Amikor a templom fokozatosan átkerült a egyházi épületekkel együtt a megyének a tulajdonába. Látszik itt a vár, látszik ennek a kápolnának a beépítése várfalba, ezeket is megtaláltuk, ezeket a várfal megerősítését. Ez pedig az apátsági templom alaprajza, ami jelenleg az udvaron van, és ezek az épületek barokk épületek is voltak, amik jelenleg is megvannak az épület, barokk ablakok megvannak a háza, beleépítette a Pollák Mihály. Ebből a sok épület vagyomból egy tökéletes egységet hozott létre a Pollák Mihály. 1827-től 33-ig épült a ház. Egy csodálatosan visszafogott az anyagi okok miatt is, ugye fékezték az építészet, csomó szobor nem készült el a homlokzaton, meg sok minden egyéb. Egy nagyon szolíd, vidéki, csodálatos, eleganciájú épület, ahogy a Pollák egyébként szokott is dolgozni, de itt most a pénz miatt még tovább szolídság lett a házon, ami nekem nagyon, nagyon szimpatikus volt. Legutóbb nyárköszöntő opera estre hívták az érdeklődőket a szekszárdi Vármegyeháza udvarára. A tér akusztikája a hozzáértők szerint a szegedi Dom térével vetekszik, a koncertek, zenés estek, komoly zenei hangversenyek lebonyolítására tökéletesen alkalmas a helyszín. Tulajdonképpen jó lenne ezt a házat használni, az egészet, és nem raktáraknak használni, stb. És hát a földszintjét, a vendéglátás, meg az alaksorát és a vendéglátás funkciójára próbáltuk kialakítani, illetve az volt az elképzelésünk, illetve ez működik is jelenleg egyre jobban, ahogy látom, hogy a fesztiváloknak a fő helyszíne lehetne, ez a szent hely, Szekszárdnak ez a történelmi függőleges tengelye, és ezért egy nagyon modern, könnyed
sátortetővel fettük az udvarnak a nagy rész színpad részét. Ennek az volt a célja, hogy semmiképpen ne legyen az épület stílusával összekeverhető, azzal szemben álljon. Tehát azt a kompozíciót se bántsa, és önmagában ez is egy ilyen, akár mint Veszprémnek, akár lehet egy ilyen jelképes formája. A 2011-es felújítások és az épület átértelmezésével ma már új szelek fújnak a megyeházán. A fő cél, hogy a közönség minél sokrétűbben és sokszínűbben tudja használni Szekszárd legmeghatározóbb épületét. Ez évről évre egyre markánsabban megvalósulni látszik.